Alig 2 hét van még a 2014-2015-ös tanév kezdetéig, a tanintézetek többsége már készen áll az iskola kezdésre. Frissen meszelt falak, tiszta osztálytermek fogadják majd a gyerekeket, viszont van olyan iskola és óvoda is, ahol a rutin munkálatok mellett sikerült nagyobb beruházásokat is megvalósítani. Híradónk az elkövetkező napokban több székelyudvarhelyi tanintézményt is felkeres, megnézzük, mit sikerült feljavítani, renoválni. Elsőként a villanytelepi napköziotthonba látogattunk el, ahol önkormányzati segítséggel sikerült lefődni az épülethez tartozó teraszokat. Péter Edit, a napközi igazgatónője vezetett körbe a frissen meszelt épületben. Elmondta, hogy az épülethez 3, egyenként közel 70 négyzetméteres erkély tartozik. Ebből egyet még az elmúlt tanévben szülői támogatással sikerült elkészíteni, a másik 2 a nyáron újítottak fel. A lefödés, a padlóburkolat és a fakarzat is mind a gyerekek hasznát és biztonságát hivatott szolgálni, hiszen így rossz idő esetén is ki tudnak menni a friss levegőre tornázni, vagy akár labdázni is. Az idén elvégeztük bent a szükséges fertőtlenítéseket, meszeléseket, lépcsőházat csempésztünk újra, bővítettük az ágykészletünket, tehát vannak csoportok, ahol kicseréltük a régi elavult, lenyithatós ágyainkat, amik a 70-es évekből származnak, és már amúgy még veszélyesek is váltak. És amivel még bővítettük az épületet, teraszokat újítottunk fel, és hoztunk olyan állapotba, hogy megfeleljen a gyermekeknek kinti szabad tevékenységekre. Levegőzés, mozgás, rosszabb időbe is tudjuk kivinni őket. Annak ellenére, hogy a rendes oktatási program csak szeptember 15-től kezdődik, hétfőtől, mint a legtöbb napközi, a villanytelepi is fogadja a gyerekeket. Péter Edit elmondta, már 15 éve, hogy az intézmény bevezette ezt a módszert, miszerint ebben a 2 hétben a szülők is bejárhatnak gyerekükkel az óvodába, így a kicsik fokozatosan szokatnak hozzá az új környezethez.